Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára 2020-ig csak nem 90 milliárd forint áll rendelkezésre, például ipari parkok, óvodák, bölcsődék építésére és felújítására, közlekedés és turizmus fejlesztésre. A benyújtott támogatási kérelmek második körének nyerteseit nemrég hirdették ki. 41 projektötlet kapott több, mint 5,1 milliárd forintos támogatást. A programban országosan több mint 1200 milliárd forint forrás érhető el az önkormányzatok számára. A benyújtott kérelmeket folyamatosan értékeli és bírálja a programot irányító hatóság. Nagyon jól állunk, én azt mondom. Valóban a beadott támogatási kérelmek jelentős része az már el van bírálva. Összesen 637 támogatási kérelem lett beadva, ebben benne van mind a megyei települések által beadott, mint pedig a megyei jogú város által beadott támogatási kérelmeknek a száma is. És hogyha én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzathoz kapcsolódó topos fejlesztésekről tudok igazából beszélni, ott pedig a rendelkezésünkre álló majd 90 milliárdos keretösszegből 35,8 milliárdról már támogatói döntés született, tehát ezek a fejlesztések, ezek lényegében már elindultak, itt már a támogatási szerződések aláírása, illetve a fejlesztéseknek az elkezdése az már itt valóban megtörtént, úgyhogy bízunk benne, hogy a döntések folyamatosan majd lehetővé teszik azt, hogy minél többen és minél nagyobb mértékben tudjanak majd bekapcsolódni a nyertes pályázók közül a megyei fejlesztések megvalósításába. A megyei önkormányzat és az OTP bank megállapodása elsősorban a nyertes pályázók esetleges önerőfinanszírozási problémáiba, vagy az időközben megemelkedett projektköltségekre nyújthat megoldást. A pénzintézet ügyvezető igazgató helyettese az aláírás kapcsán szervezett fórumon elmondta, a topos támogatások mellé az OTP kész minden 100 forintnyi projektköltség mellé akár 25 forintot hozzátenni. A bank azzal számol, hogy a 100%-os támogatási intenzitású település fejlesztések finanszírozása, a kivitelezői kapacitások szűkössége és a közbeszerzések mennyisége miatt bizonytalanná válhat. Ezen segíthetnek az önkormányzatok és vállalkozások számára kínált banki hitelcsomagok. Azért is kötöttünk megállapodást most a Szabolcs-Szatmár megyei önkormányzattal, hogy segítsük azokat az önkormányzati vezetőket, vállalatokat, kivitelezőket, hogy gyorsan hozzá lehet jutni azokhoz a többlet forrásigényekhez, mert ugye 100%-os az önkormányzati finanszírozás, de az elmúlt időszak áremelkedései, a szűkülő kivitelezői kapacitás azt mutatja nekünk az előzetes adataink szerint, hogy 25-30, akár 40-45%-kal is nagyobb lehet a végső kivitelezői ár. Ha az önkormányzatnak vagy vállalkozásnak van forrása, persze megoldja maga, de ha nem, akkor az OTP-hez tud fordulni, és tudunk olyan a vállalkozásoknak saját erő nélkül, önkormányzatoknak is természetesen saját erő nélkül kiegészítő finanszírozást biztosítani hosszú lejáratra. A vállalkozásnak akár 15 évig, önkormányzatnak még akár hosszabb ideig is, hogy sikeresen tudják az uniós forrásokat lehívni és megvalósítani a településeken a fejlesztéseket. A fórumon elhangzott, a bank számításai szerint legalább 20 milliárd forint kihelyezésére lesz szükség hitel formájában a megyében. Erre a célra az OTP új beruházási hitelterméket kínál az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak.